Nagyon szépen köszönöm, dékán úr, a fölvezetés. Hát mindennek vannak veszélyei is a Talent Mentor programnak. Én ezt tavaly is többen elmondták, hogy ki mi szeretett volna lenni kiskorában. Én először porszívó szerettem volna lenni, hogy mindig meghalljanak. Aztán amikor rájöttem már 7 évesen, hogy nem lehetek porszívó, akkor kukásautóvezető szerettem volna lenni. Na most, hogyha akkor valaki bekapcsolódik egy Talent Mentor programba, és engem bevon ebbe a programba, akkor valószínűleg most kukásautófejlesztés indítottunk volna gyakorlatilag. De térjünk vissza egy kicsit a gyomor-bélrendszerre. Rendkívül fontos a gyomor, a szervezetnek egy olyan típusú sejtvonala, amit epitél vagy hámsejteknek nevezünk. A bőrünk is hámsejtekből áll, a nyálkahártyánk is, és az egész gyomor-bélrendszer egy csőből áll gyakorlatilag, amiben hámsejtek vannak. Amikor azról beszélünk, hogy ion és víz transport, mindenkinek a vese jut az eszébe, hiszen ugye, amikor egy bő folyadék bevitelt fogyasztunk egy kisebb buli után akár, akkor ugye rögtön mindenki tudja, hogy ugye a mellékhelyiségnek milyen fontos szerepe van. Viszont nagyon kevesen tudják azt, hogy például a gyomor-bélrendszer naponta 10 liternyi folyadékot áramoltat magán keresztül. Ez a 10 liternyi folyadék, ez gyakorlatilag a nyálmirigyektől a gyomorig, a vékonybélig, az egész gyomor-bélrendszert végig kíséri, és hát körülbelül 8-10 liter iont termel a gyomor-bélrendszer, hozzá beviszünk folyadékmennyiséget, és ennek a jelentős része a vékonybélben szívódik fel, és a széklettel nagyon minimális folyadék. Hát jól lehet látni, hogy egy 10 literes folyadék mozgásba, ha valamilyen zavar keletkezik, akkor az nem meglepetés, hogy gyomor és bélrendszeri betegségekhez vezetnek. Hogy mozognak a folyadékok? A folyadékok az ionokkal mozognak. Nagyon tudjuk, hogyha egy sós étkezés, sós ételt teszünk, már kívánjuk is mellé a folyadékot. Ha sok folyadékot iszunk, akkor mellé a sós süteményt kívánjuk. Tehát a nátriumok, a kloridok a vizekkel együtt szívódnak fel, és hát vannak olyan helyek, ahol elsősorban a termelés folyik, például a nyálnál, vagy például a gyomornál, vagy a hasnyálmirigynél, és vannak olyan hámsejtek, ahol a fölszívódás az, ami az elsődleges, és hát van olyan, ahol ez keveredve mozog, de nagyon fontos, hogy a folyadék mindig ionokkal mozog. Hogy lehet ezeket vizsgálni? A holnapi napon, aki a mi laboratóriumunkat választja megfigyelésre, találkozhat azokkal az optikai rendszerekkel, amiben, hogyha mi izolálunk különböző sejteket, ezek legyenek akár humán, legyenek akár állati eredetű sejtek, és ezeket fluoreszcens módon megvilágítjuk, tehát olyan festékeket adunk, ami a különböző ionokat, vagy a különböző folyadékokat követik, akkor a különböző ionok mozgásait a pH változással is lehet következtetni. Itt például látható egy hasnyálmirigy vezeték sejt, amelyekre egy mikrométeres pipettát tudtunk illeszteni, és ezt a folyadék áramot magában a cső rendszerben is tudjuk tulajdonképpen kezelni, illetve hát lehetnek olyan technikák, például aki tavaly itt volt a rendezvényünkön, Bertz Szakmán, német Nobel-díjas kutató, vagy aki jövőre fog jönni, az Erwin Néher kutató, ők dolgozták ki pont a patch technikát, ami annyit jelent, hogyha egy elektródát hozzáillesztünk a sejt membránhoz, akkor az ionok mozgását lehet követni, és például ez a világon az egyik legidézettebb közlemény, több mint 20 000 idézettséget kapott az a közlemény, amivel ezt a technikát leírták. Természetesen nem csak élettani optikai rendszerekkel lehet vizsgálni ezeket a módszereket, hanem különböző molekuláris biológiai technikákkal, aminek egyes részét már ti is a gimnáziumokban találkozhattatok vele, ahol vannak kutató helyek. Meg lehet mondani azt, hogy hol találhatóak ezek a különböző ion mozgásokért felelés csatornák a szervezeten belül. De például nézzük, hogy ezek rendben van, csináljuk a kutatást, de mi lehet ennek a jelentősége? Megtudhatunk esetleg olyan információt, ami később az emberiségnek is segítséget tud adni. Ugye az első kérdés, amivel mi foglalkozunk, az a hasnyálmirigy, hogy mi az élettani szerepe a hasnyálmirigynek. A hasnyálmirigy termeli azokat az enzimeket, amelyek majd el fogják bontani azt a tápanyagot, amit megeszünk a vékonybélben, és azokat a folyadékokat, ionokat, amik nagyon fontosak ahhoz, hogy ezek az enzimek működjenek. Azaz, a hasnyálmirigy
enzimek egyébként inaktív állapotban bekerülnek a gyomor-bélrendszerbe, és ide a itt levő aktiváló folyamatok révén lesznek ezek emésztő enzimek. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy a hasnyálmirigyen belül ne legyen aktív enzim, hiszen akkor önmagát fogja megemészteni a szervezet, és gyakorlatilag megeszi a saját gyomorbél rendszerét. Ezért nagyon fontos, hogy ez az emésztési folyamat a belegbe induljon el. Viszont azt is tudjuk, hogy a hasnyálmirigy megbetegedhet, lehetnek neki gyulladásos betegsége is, és különböző kórokozók, például az alkohol, dohányzás, epesavak, amennyiben bekerülnek a hasnyálmirigybe, akkor ezek izgalmi állapotot tudnak kialakítani, és ennek a hatására már ezek az enzimek aktivizálódnak gyakorlatilag a hasnyálmirigybe, beindul a hasnyálmirigynek a gyulladásos mechanizmusa, amiről majd a második felében az előadásoknak Rakoncai Zoltán kollégám fog beszélni. És hol van az a pont, amikor mi stimuláljuk, izgalmi állapotba hozzuk a sejteket, ami jó nekünk, hiszen termelik az emésztő enzimet, és hol van az a pont, amikor ez káros? Ez nagyjából az alkohol fogyasztásnál is föl lehet tenni ezt a kérdést. Hol van az a pont, amikor még egy izgalmi állapotba kerülünk, jól érezzük magunkat, és hol van az a pont, amikor esetleg a szék tud lenni az a mérce, ami alatt találhatjuk később magunkat. És hát ezt vizsgáltuk pont a hasnyálmirigyben, és hát azt találtuk, hogy amennyiben egy kis mennyiségű alkoholt adunk ezeknek a sejteknek, akkor a sejten belül egy olyan ion átviteli mechanizmus indul el, hogy stimulálódik a szekréció, tehát örül a kis alkoholnak, örül annak a sejt, és megpróbálja fokozni az aktivitását hasonlóan, mint az agyszövetünk. És hát utána viszont amennyiben nagyobb dózisban történik ez az alkoholbevitel, akkor viszont jól lehetett látni, hogy ezek a mitokondriumok, amelyek a sejtek energia háztartásáért felelősek, ezek a sejt organellumok, ezek jól látható, hogyha nagyobb mennyiségű alkohol vagy epesav érkezik, akkor kidurrannak. Megszűnik az energiatermelés, és nem lesz olyan a sejtünk, a szervezetben, aminek lesz energiája, nem véletlen, hogy el is vezethet ez egy olyan folyamathoz, amikor ugye már nem csak a hasnyálmirigy veszti el a tudatát, hanem akár ugye az agyszövet is elveszheti. Tehát nagyon fontos ez az átkapcsolás az energiatermelés és az energiavesztés között. Tehát nagyon fontos, hogy ez a hasnyálmirigynek van egy védekező jellege, ha valamilyen kóros anyag érkezik kis dózisban, akkor megpróbálja kimosni onnan, mert nincs rá szüksége ezekre a káros anyagokra. Viszont azt is tudjuk, hogyha ez egyszer egy nagyon komoly, nagy dózisban érkezik a sejteknek, szervezetnek, akkor már ez a szekréció nem elégséges, és tönkre mennek a hasnyálmirigy sejtjei, és egy nagyon súlyos gyulladáshoz vezethet, és hát sajnos a hasnyálmirigy gyulladásnak a súlyos formái a mai napig 30-50%-os halálozásuk van. Ez például Magyarországon évente 7000 ember betegszik meg akut hasnyálmirigy gyulladásban, Egyesült Államokban 4 millió ember szenved ebben a betegségben. Tehát összefoglalásként rendkívül fontos alapkutatási kérdésekkel foglalkozunk, aminek úgy gondoljuk, hogy klinikai jelentősége is van, és hát ezeket multicentrikusan, több hazai és nemzetközi centrumban végezzük. Nemzetközi mentoraink között található a világ legkiválóbb kutatóintézetében dolgozó kutatók, akik hál' Istennek mind az öten, akik föl vannak vetítve, múlt héten Szegeden jártak, rendkívül aktív a kapcsolat, és hát kollégámmal együtt, aki a második felébe fogja bemutatni a munkacsoportot a holnapi nap délelőtt, akik minket választanak. Nagy szeretettel látjuk őket a laborban, hogy köszönöm a figyelmet.